a megyei kórházak szintje fejlődik, Szentgyörgy kórház. Bár végleges döntés még nincs a Semmelweis tervvel kapcsolatban, hosszú ideje folynak a főként szakmai egyeztetések az egészségügy átalakításáról és az elképzelésekről. A terv egyik biztos pontja a nagytérségi egészségügyi központok kialakítása. A jelenlegi elképzelések szerint Székesfehérvár a budai nagytérségi centrumhoz fog tartozni. A Fejér megyei Szentgyörgy kórház felkészültségében és infrastruktúrájában is megfelelő ellátást tud nyújtani a térség lakóinak, a megfelelő finanszírozás viszont hiányzik, mondja a megyei közgyűlés elnöke. A sürgősségi beteg ellátó szeptemberre készül el, 8 milliárd forint összértékű beruházás előtt áll a Szentgyörgy kórház, az a hotel, szárny hotel épület, amely a Fejér megyei Szentgyörgy kórházban található, országosan szinte egyedülálló, tehát azt gondolom, hogy minden adott és készen áll ahhoz, hogy Fejér megye minden lakóját magas szinten el tudja látni a kórház. Egyedül a finanszírozás, a teljesítmény volumen korlát az, amelyben előre kell lépni. Egy megyei szintű együttműködést próbálunk megvalósítani. Budapest közelsége sok tekintetben nehezíti a kórház helyzetét, véli dr. Cserna Völgyi István főigazgató. Azok a betegek ugyanis, akik a fővárosba mennek ellátásért, a finanszírozást is odaviszik. A kórház igazgató szerint azonban több pozitívum is származhat a Szentgyörgy kórház számára abból, hogy az a nagytérségi egészségügyi központ, amihez Fejér megye tartozik, Budán lesz. Ha egy ilyen struktúra mellett a megye lakosságára megfelelő mennyiségű finanszírozást tudunk helyben tartani, akkor azt gondolom, hogy ebből még pozitívan is ki lehet jönni, és mi ezzel a pozitív szemlélettel kezdjük meg ez irányban a tárgyalásokat, illetve keményen lobbizunk a megye lakosságának az érdekeiért. A Szentgyörgy kórház elsődleges célja, hogy a Fejér megyei betegek helyben és maximális kapacitás kihasználtság mellett legyenek ellátva, ehhez pedig elengedhetetlen a jelenlegi betegellátó struktúra átalakítása, valamint a finanszírozási lehetőségek megszerzése, tette hozzá dr. Cserna Völgyi István.